igazán tetszik az épület, vagy megőrizte az eredeti jellegét, maga az egész épület, a felújítást követően is, és hogy ezek a faoszlopok is megmaradhattak, erre igazán büszkék lehetnek, mert csodálatos. Várhatóan szeptember végén adják át a megújult katolikus imaházat Majoson, már csak az udvar tereprendezése van hátra. Az épületben Gáspár Imre, Majos Értékeiért Egyesület elnöke vezette körbe Filóné Ferenc Ibolya polgármestert és Sárkány Szabolcsot, a körzet önkormányzati képviselőjét. Elsősorban az Egyesületnek, elnök úrnak és valamennyi civilnek köszönhető ez az összefogás, aminek az eredményeképpen ma ezt láthatjuk és bemutathatjuk a közönségnek. És már arra készülünk, hogy szeptember végén a majosiakkal együtt közösen átadhassuk. Bízom benne, hogy püspök úr részvételével és államtitkár úr jelenlétével, hiszen az ő közbenjárása és támogatása nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. Én úgy gondolom, hogy a majosi település rész közigazgatásilag Bonyhád része. De a majosiak mindig is majosiak maradnak, és ez így van jól. És azért is fontos, hogy ma már mind a civil közösségeikben, mind a kulturális területen, az hitélet területén, vagy akár a sportot is mondhatnám, ők megőrizték azt az identitást, amivel jó értelemben léve a falusiak közössége összetart, és szerintem erre ők nagyon büszkék lehetnek, én az vagyok rájuk. Nem csak az imaház újult meg, számos fejlesztés zajlik, illetve veszi kezdetét a településen. Itt a Ötös utca, az óvoda és a Majorsi temető között 242 méter hosszúságban fog megvalósulni egy 1 méter 40 centi széles járda. A járda közel 8 millió forintból készül el, Sárkány Szabolcs több szempontból is fontosnak tartja a beruházást. A temető irányába fog készülni egy 242 méter hosszúságú járda, ami ugyanúgy teljesen önkormányzati forrásból készül el, amit a költségvetésben 40 millió forintot különített el a testület járdafelújításra. Ebből 7,7 millió forint értékben fog itt Majoson ez a vadonatúj járda megvalósulni, ami majd össze fogja kötni itt a 5. utcát a temetővel, és megkönnyíti mind a két része a lakóknak a munkába, az óvodába, a boltba jutását az itt élő embereknek. A helyi napsugár óvodában pedig a vizes blokk felújítása történik meg, közel 4 millió forint önkormányzati forrásból. A járda felújításról szóló értesítőket dobja az érintettek postaládájába a polgármester. Bonyhád a belügyminisztérium pályázatán 32 millió forint támogatást nyert, melynek egy részét a Fáy András utca felújítására fordítja az önkormányzat, de a Majosi 5. utca járda felújítását is lehetővé teszi. 167 méter hosszban, itt az 5-ös utcában a 29-es és a 41-es házszám között valósul meg a betonjárda felújítása. Gyakorlatilag elbontásra kerül a nagyon rossz állapotú töredezett beton, és egy 10 cm vastagságban új beton kerül felépítésre, valamennyi kapu bejárónál pedig hegesztett acélháló kerül beépítésre majd, ami erősíti ezt a betonszerkezetet, hogy az autók ne tegyék olyan gyorsan tönkre. Bízom benne, hogy tovább is tudjuk folytatni majd ezt a beruházást, hiszen az 5-ös utcában még nem érünk a 41-es házszámtól addig a házig, ameddig már az aszfaltjárda az elmúlt években megvalósult. És abban is bízom, hogy a városnak továbbra is lesz olyan forrása, akár saját forrásból is, mint ahogy a temető járda felújításnál, amikor nem csak pályázatokból, hanem saját forrásból is tudunk megvalósítani újabb járdák felújítását. Ez a járda nagyságrendileg 3 millió forintba fog kerülni, amiből 2 millió forint az említett BM pályázatból, 1 millió forint pedig Bonyhád Városi Önkormányzatának az örejéből tevődik hozzá. Már a héten megkezdődnek a munkálatok, körülbelül időjárás függvényében 3-4 héten keresztül fog tartani, és azt követően, ahogy ez befejeződik, folytatják a nagyon régóta várt temetőbe vezető betonjárdának a megépítésével.